English is fun, sikeres sportoló és mesemondó, Magyar Ápolók Napja, a gyógyszerész tanácsai. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. február 26-án 18 óra 5 perckor. A Györfi István katolikus iskolában évfolyamonként egy-egy osztályban emelt szintű angol nyelvoktatás folyik. Ez teszi lehetővé, hogy tanulóink alkalmazó képes nyelvtudásra tegyenek szert, és kiemelkedően teljesítsenek a különböző szintű versenyeken. Az idei évben is megrendezésre került az English is Fun angol nyelvi verseny a Györfiben. A versenyt 5-től 8. osztályos korcsoportok számára szervezik. Mind a 4 korcsoportból várták a jelentkezőket. Hál' Istennek szép számban vannak jelentkezők a versenyre. Az angol szakos kollégák készítik a gyerekeket, nagy örömmel is készülnek a gyerekek, hiszen azért ez mindig egy jó visszajelzés egy verseny a gyermek számára, hogy hol áll a tudásban. A tehetséggondozás szempontjából is ez egy remek lehetőség a gyerekeknek, és ami új még ebben az évben, hogy eddig általában csak az emelt angol csoportokból kerültek ki a versenyzők. Ez azt jelenti, hogy mi heti 5 órában tanítjuk a gyerekeknek az angolt az A és a B csoportban, és van egy C csoportunk, aki heti 3 órában tanulja az angolt, de ebben az évben ezeknek a gyerekeknek is lehetőséget biztosítunk, hogy kapcsolódjanak az English is Fun angol nyelvi versenyhez. A verseny egyéni, egy írásbeli és egy szóbeli fordulóból áll. Ez kistérségi szokott lenni, viszont maradtunk annál, hogy ezt is csak iskolai szinten fogjuk megrendezni. Annyiban bővítettük a versenyt, hogy az alsó tagozatosok, akik tavaly kapcsolódtak először ehhez a versenyhez, őket nagyobb számban tudjuk versenyeztetni. De itt sem lesz szóbeli része a versenynek, hiszen ez a verseny is úgy épült fel, hogy megoldanak egy nyelvtani tesztet a gyerekek, majd pedig beszélgetésre került sor, tehát tulajdonképpen ez egy nyelvvizsgának az előzménye is volt még a tavalyi évben. Az idén sajnos erre nem tudtunk lehetőséget teremteni, de a nyelvtani ismereteiben a gyerekek összemérhetik a tudásukat. Az írásbeli feladatlap a következőkből tevődik össze. 1. Feleletválasztós teszt. 2. Szövegértés. A szóbeli forduló társalgásból és képleírásból áll. A témáról összefüggően is tudni kell beszélni. Bár Szentesi Laura még csak 3. a Karcagi Nagykun Református általános iskolában, de már több sikeres sport és mesemondó versenyen van túl. A matek, az olvasás és a testnevelés a kedvence. A Jégvirág mesemondó versenyen arany minősítés szerzett, kosarasként pedig sok pontot dobott csapatának, így sokszor nyertek. Matek szakkörre is jár. Jelenleg az egyik verseny 3. fordulójánál tart. Voltam a Jégvirág mesemondó versenyen, ott arany minősítés szereztem. A sporton belül kosárlabdázok, és nagyon sok olyan meccsünk volt, és azokon sok pontot tudtam szerezni a csapatunknak. Sokat meg is nyertünk, de sokat buktunk is, meg még olvasmatekból járok matek szakkörre, és abból ilyen versenyeken indulunk. Most a 3. fordulóban járunk, És egyébként akkor sokat tanulsz, vagy inkább abból élsz, hogy amit az órán elmondan a tanítónénik, és akkor csak egy picit mellé kell olvasni, hogy a házi is kész legyen. Hát igazából abból is meg szoktam tanulni a dolgozatok előtt, de a feleletek előtti igazából nem szoktam, csak a nagy dolgozatok előtt. Néptáncolni is szeret, az iskolai szüreti mulatságon is fellépett. Itt az iskolában volt egy ilyen szüreti mulatság, és azon táncoltam. Azt mondták, hogy a táncon is nagyon ügyes vagyok. Hát én is szeretem a táncot, meg igazából
mivel az is kicsit sportosabb, azt is nagyon jó. A sport segített neki abban, hogy könnyebben tanuljon, de a heti 3 edzés miatt sokszor otthon is kell tanulnia. Kosáredzéset egy héten 3-szor is van, és akkor a házi nincs kész sokszor, ezért otthon este. Este kell akkor még tanulni? Igen, nagyon sokszor. Kedden, csütörtök, pénteken este tanulok meg, ugye, amikor hazamegyek és nekiállok, utána meg hát olvasok meg ilyenek. És mit olvasol szívesen? Hát már kiolvastam a Bet-Pet, a Ranyfogakalóz, a Holly a hős, és most Annára számíthat. És egyébként te is ilyen kis hős vagy, tehát aki úgy szeret szerepelni, és szereti megmutatni, hogy mit tud? Hát egy kicsit félek az ilyenek előtt, de amúgy igen. Tehát akkor ez a sok verseny azért bizalmat, önbizalmat is növel neked, nem? Igen, nagyon sokat. Bár a versenyek előtt fél, de sok önbizalmat kap a sikerektől. Szülei is nagyon büszkék rá. Nagyon örülnek neki, hogy mindenben ilyen ügyes vagyok, és hogy sok mindenben tudnak rám számítani ilyen szempontból. És akkor egy kis szabadidőd azért csak van olyankor? Mit csinálsz mondjuk hétvégén? Hát nemrég átköltöztünk 2 éve egy másik új házba, és ott a szomszédban van egy kislány, és vele szoktam játszani, de mostanában vasárnap kosármeccsink szoktak lenni, de amúgy meg kicsit szombaton pihenek, játszok, olvasok, meg ilyenek. Vasárnap meg inkább házit csinálunk, meg tanulunk. A Magyar Országgyűlés Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóját a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította. Ez alkalommal a Kátai Gábor Kórházban elismerések átadására került sor szűk körben. A Kátai Gábor Alapítvány jóvoltából 5. éve nyílik lehetőség a Karcagi Kórház ápolóinak elismerésére a Magyar Ápolók Napján. Szűk körben az intézmény és az alapítvány vezetőivel F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő nyújtotta át a jutalmat a kiváló munkát végző szakembereknek. Közösségi munkájáért jutalomban részesült Juhász Károlyné, az ápolási osztály 2 ápolónője. Kiváló munkájáért jutalomban részesült Balogné Cepán Éva, a traumatológiai osztály ápolónője, és Szabó Zsuzsanna, képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens, a képalkotó diagnosztikai egység munkatársa. A képviselő úr szeretettel gratulált a jutalmazottaknak, egyúttal térségünk lakói nevében megköszönte a Karcagi Kórház ápolóinak, dolgozóinak az elmúlt 1 év erőfeszítésekkel terhelt munkáját. A vitaminok nélkülözhetetlenek szervezetünk számára. Előállítani azonban nem tudjuk őket, így táplálékkal vagy táplálékkiegészítők formájában kell bevinni azokat. Szalai Anna Mária gyógyszerészt kérdezzük, mit tanácsol nézőinknek a vitaminbevitel pótlására. Mai vendégünk dr. Szalai Anna Mária szakgyógyszerész. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit, és köszönöm, hogy ismét itt lehetek. Jócskán benne vagyunk a téli időjárásban, így február végéhez közeledünk már lassan, és ilyenkor a napsütéses órák hiánya is befolyásolja azt, hogy a szervezetünk, az immunrendszerünk milyen egészségnek örvend. Összességében ön mit javasol, mire kell ilyenkor odafigyelnünk a téli időszakban? Valóban a téli időszak végénél tartunk, és tulajdonképpen a óvodákban, iskolákban is a farsangi szezon érkezett el, ami azt gondolom, hogy valóban a tél búcsúztatásnak az ideje, és azért, ha megfigyeljük, 4 órakor még nincs sötét, és gyakorlatilag egyre jobban kitolódik a világosban eltölthető óráknak a száma. Azonban a szervezetünk ilyenkor amúgy is már elfáradt, tehát az ősz és a tél, és különböző szervezetet fertőző ágensek kapcsán, tehát ilyenkor mindenképpen egy legyengültebb állapotba kerül, úgyhogy ilyenkor talán különösebben oda kell figyelni a pihenésre, a minél
jobban összehangolt táplálékbevitele, tehát itt arra gondolok, hogy minél változatosabban kellene étkeznünk, és tulajdonképpen azokat a kohai zöldségféléket, amelyek azért most már a piacokon, élelmiszerboltokban is megjelennek, mindenképpen érdemes fogyasztani, de természetesen a mások szó emlegetett savanyú káposzta, cékla, különböző olyan bioitalok, azok a déli gyümölcsfélék, a citrom, a narancs és társainak a fogyasztása ilyenkor is szintén nagyon ajánlott, de azzal együtt, hogy megnyúlnak most már a nappalok tulajdonképpen, nagyon fontos még a minél többet a szabadban eltölthető idő és a séta. Ezt nagyon sok szakértő hangsúlyozza, hogy ha nem is komoly, akár edzőtermekben eltöltött, és itt most elsődlegesen az esetleg saját otthonban kialakított kis edzőtermekre gondolunk, hiszen a járványveszély miatt az edzőtermek működése is korlátozott, de a legtöbb, amit tehetünk magunkért, az egy nagyon egyszerű dolog, minél jobban természetesen az időjárásnak megfelelően felöltözve, de egy jól eső séta. Említett, hogy melyek azok a szezonális zöldségek, gyümölcsök, amelyek most kaphatóak, és ilyenkor ildomos bevinni a szervezetünkbe, ez is erősítve az immunrendszerünket. Melyek azok a mondjuk talán így mesterséges ásványi anyagok, amelyek mesterségesen vannak előállítva, kevesebb található a természetes módon bevitt zöldségekbe, gyümölcsökben, amelyeknek viszont ugyanolyan szüksége van, amelyekre a szervezetünknek szüksége van. Tehát melyek ezek, amiket patikákban, gyógyszertárakban, nyilván, mint szaggyógyszerészt is kérdezem, érdemes magunkhoz venni, és nem csak a felnőttek, hanem a gyermekek esetében is. Valóban a gyógyszergyártók tulajdonképpen minden korcsoportra gondolnak. Nagyon sok olyan készítménnyel találkozhatunk, ugye, amíg a legapróbb gyerkőcöknek szánnak, aztán vannak úgynevezett ovi vitaminok, vagy iskolás vitaminok, ezek különösen kedvelt, általában gumicukor formában kerültek előállításra, és aztán a felnőtteknél is vannak most már kifejezetten férfi vitaminok, vannak női vitaminok, és a nőknél is tulajdonképpen akár vannak az 50 pluszos vitaminok, és így tovább. Tehát ezeknek a vitamin készítményeknek, a multivitamin készítményeknek az összeállításánál a gyártó valóban próbál, azt mondom, minden korcsoporthoz, minden élethelyzethez hozzáigazodni. Vannak kifejezetten stresszvitaminok, vannak olyan vitaminok, amelyekben például a már sok éve jól ismert és közkedvelt például Q10 vitamin komplexel kiegészülnek. Tehát nagyon széles a paletta. Én mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy gondolja át a saját élethelyzetét, és ennek megfelelően kérjen segítséget a megfelelő vitamin készítménynek a kiválasztásában vannak. Tehát ezek a nagyon komplex összetett készítmények, de ismét szót kell ejtenünk azokról a készítményekről, amelyek úgynevezett monokomponensként állnak rendelkezésre, és az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben már nagyon sokat beszéltünk róla, a különböző C-vitamin készítmények, a D-vitamin, de nagyon fontosnak tartják például egy ritkánban használt elemnek, a cinknek a bevitelét, amelyet szintén nagyon jónak tartanak. Tehát tulajdonképpen nagyon széles a paletta. Elsődlegesen mindig azt szoktuk mondani, hogy a táplálkozással próbáljuk meg minél változatosabban, minél több mindent bejuttatni a szervezetünkbe, hiszen azért az élelmiszerekben nagyon sok vitamin természetes módon is megvan, de ezekkel az egyéb gyógyszertári készítményekkel érdemes még kiegészítenünk a védekező fegyvertárunkat, és tulajdonképpen, ahogy már az előző kérdésnél is, a szabad levegőn való tartózkodást, illetve a sétákat említettük, és hogy egyre nőnek a világosban eltölthető órák számai vagy hossza, egyre többször kukucskál ki a napocska a felhők mögül, és egyáltalán a D-vitamin
feltöltségünk szempontjából a napnak pedig kiemelt jelentősége van. Úgyhogy ezért is biztatok mindenkit. Én megköszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaptv.hu weblapon. Viszontlátásra!